Sziasztok srácok, én Zodiac vagyok, ez pedig a Gergely-ugornyai vlog első fele, és abból is egy kezdő része, ugyanis most érkeztünk nem olyan rég meg, de az a nagy helyzet, mindjárt lelesek, ez az egyik része. A másik meg, hogy mindjárt jön egy nagyobb zuhé, de mutatok közben nektek egy kis panorámát. Itt egy ilyen kis sétányos részen fogunk menni tovább, ez pedig így néz ki. Ez már itt a Tisza, közvetlen közelében vagyunk. Ez egy ilyen kis bokrosabb part. Arra felé pedig egyenesen, hogyha megyünk ki, arra van a Tisza Beach, egy ilyen kis szabad strand, és majd fogjátok látni, hogy milyen kis forgalmas hely ez itt. És már ott bent csónakáznak is, kajakoznak, remélem mi is ki fogjuk tudni próbálni ezt a részét. Na de, itt vannak ezek a csodálatos kis faházak, hogyha látjátok, egy ilyen foglaltunk el tizen akárhányan, és most megyünk, szépen szétnézzünk a holtágat, megnézzük beljebb, és utána visszamegyünk, épp most kajáztunk. Na gyerekek, akkor bejöttünk ide a kis Tiszába, szétnézünk. Konkrétan itt vagyunk egy partnál, hol kisebb, hol nagyobb ilyen homokos partok vannak. Nagyon durva! Érkezés a célhoz, érkezés a célhoz. Na, srácok, megjöttünk az Atlantikába, onnan fogunk lecsúszni, arról a két nagy csúszdáról, meg onnan arról a szép kis fehér, kék színű cucmókról. Jó lesz ez, nem tudom, hogy a gép az hogy fogja túlélni. Na, srácok, a második napot is jól kezdik majd egy jó kis ugrálással. Igaz, hajnalban elég szépen, mondjam, esett az eső, lassan délután van, úgyhogy kezdjük meg a jó kis partit. Mert a... Hol vagyunk? Atlantika. Az Atlantikában megy szépen a kis partizás. A strandon az is jó, hogy van még sok gyerek, és van homokozó, és labdázni lehet. Csak azt nem értem én, sok néni miért szikít. Hello. Na, sziasztok srácok, negyedik nap. Itt vagyunk Gergely ugornyán, megyünk Vásáros Namény felé. De előtte még az Atlantika előtt szétnézünk, hogy az Atlantikától van-e valami érdekes. Hát igen, a kempinges övezetből mászunk kifele, arra felé. És hogyha szétnéztek, erre van a jó kis nyaraló övezet. Mi innen körülbelül egy 150 métert jöttünk el most jelen pillanatban, de ki is van írva, hogy a nyaraló övezet tábla ki van rakva ide, mint látjátok. Onnan is járkálnak kocsik, itt van egy ilyen kis megdobó, ahogy lassítsanak a kocsik. Na srácok, most jöttünk át a második Rákóczi Ferenc hídon, vagyis a Tisza hídon, és itt van az egyik ága jelen pillanatban a Tiszának. De nagyon szép a sodrás. Jó, hogy első nap ezt kipróbáltuk a lenti résznél. Fú, de kemény, mert magasságban vagyunk a hídon. És ráadásul még ez a része az ívelt része, mert ez egy ívelt híd. Hú, lesni is milyen, mert nehéz lesz ide. Azt írták ki lentebb, hogy
150 méter mély jelen pillanatban a Tisza. Ez az a felső része. De retkes is rendesen, az biztos. Fentebb azért egy kicsivel tisztább. Hú, micsoda sodrások vannak, jó Isten. Milyen sodrás van. Ott a másik része, ott lesz a kikötő, ezt majd délután bepróbáljuk, lemegyünk, szétnézünk a kikötőbe. Így nézünk ki jelen pillanatban. Hát igen, azért híthoz méltóan van egy kis forgalom, de szerintem megérte átjönni így a hídon. A mostani úti célunk Vásárosnamény. Két hídon fogunk átmenni. Hát ez az egyik ága, meg van egy kisebb ága a Kraszna hídon. Na, szevasztok srácok, beértünk Vásárosnaménynek a főterére, és itt van egy szobor, Szent István szobra, valamint ott van a Bereg Múzeum, amit képekben már láthattunk. Nem tudom, megnézzük, hogy ha be lehet ingyen menni, akkor bemegyünk, ha nem, akkor viszont nem megyünk be, mert annyira nem érdekel. De azért így a főteret megmutatom, meg ezeket a panorámákat, meg a várost magát. Hát a csalódásom az tényleg csalódás, mert tényleg nem sokkal szebb, mint Tiszaújváros, de legalább van, és tudtunk hova jönni, szétnézni. Na srácok, végül nem mentünk be a múzeumba, de ha gondoljátok, akkor ha itt jártok, akkor próbáljátok ki a Turcsányi kastélyt, a Turcsányi kastélyt, azaz a Bereg múzeumot, ha szeretnétek egy híres múzeumot látni. Na, srácok, azért itt a táblájánál megállunk. Vásárosnamény, Tomcsányi kastély, Beregi múzeum. Itt láthatjátok az információkat magáról a kastélyról, és láthatjátok innen a távlatból a kastélyt, de ezek a kis felvételek még ki lesznek egészítve, ugyebár a videó végével. Mi a videó vége, majdnem minden vlogomnál ugyanaz, képeket fogok beilleszteni a nyaralásról, a Turcsányi kastélyról, ha jól mondom, Tomcsányi kastélyról, valamint majd lesznek még érdekes képek, de folytatjuk a történetet, mert még van 3 nap. Na, srácok! Most már itthon vagyunk jelen pillanatban. Hazaérkeztünk a Gergely ugornya utáni kis nyaralás után. Az utolsó 2 napot már nem tudtam végig vlogolni, ugyanis se idő, se környezet nem volt hozzá, hogy tudjunk rendeset vlogolni, de így nagyjából az egy hétről pár szóban beszélni. Ez azért fontos számomra, mert ebben a videóban is köszönném meg a drága barátnőmnek és családjának a úgymond befogadás, mondjuk. Nagyon rendesek voltak, és nagyon élvezetes volt ez a hét, és nagyon jól is éreztem magam. Szóval olyan helyekre jutottam el, olyan helyeket néztem meg, ahova szerintem egy ideig nem nagyon megyek, bár több mint valószínűleg, hogy augusztus 20-án még Debrecenből fogunk jelentkezni, mert menni szeretnék a Virágkarnevált megnézni, ez az egyik tervem, valamint lesznek még ilyen kisebb, nagyobb vlogok, például most ez egy ilyen átfogó videó az egészről, hogy mi is volt, hogy is volt. Igen, meleg van, gyerekek, meleg van, tehát Gurinyán is meleg volt, tehát itthon is meleg van, mindenhol meleg van. Ez a nyár, tehát szóval annyit mondanék róla, hogy nagyon jó volt ez a hét. Tényleg sokat buriztunk, sokat táncoltunk, sokat beszélgettünk, pókeroztunk, mindentől távol egy szép helyen, egy kempingben. Ez nagyon jó kis kikapcsolódás volt. Kint voltunk a Tiszánál, a kikötőt néztünk, stb. Ezek nekem nagyon egy élmény, nagy-nagy élmény. Tehát én nekem
ilyen nyaralásban még nem volt részem. Nekem ez volt az első ilyen nyaralásom, szóval én szeretnék jövőre is menni, de nem ide, hanem már most vannak terveink. Szerintem a Balcsira fogunk menni, de ez még egy hosszú távú gondolat szerintem. Nos, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a vlog videót, és köszönöm szépen mindenkinek, aki idáig feliratkozott és tartottátok a csatornát a héten, amíg nem volt ilyen kis közvetlen videó. Köszönöm szépen mindenkinek! Ha tetszenek az ilyen videók, akkor nyomjatok lájkot, iratkozzatok föl, és ha akartok még ilyen videót, akkor érdemes a csatornát figyelgetni, mert vannak fent ilyen videóim. Szóval köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Én Zodiac voltam, és a Gergely Ugornya vloggal jelentkeztem nektek. Sziasztok, találkozunk legközelebb. Üdv néktek. Sziasztok. A részed, és ha nem adod el a szíveden a jel, mi a földről az égig emel. Isten jár, most már elkéstél, mert azt az utat, hogy enyém leszel, de nem jöttél. Isten álom, köszönöm, hogy eltűntél, most már ideje visszakaptom, amiket vagyok, szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Standing in the cold, I'm asking why. I wanna know what's going on and on. Hold me back and wipe my tears away. Remembering me, my heart can slip away. Why did you never tell me that you were the one? I wanna live in your love forever, you are my.
you is just right. Can't you see I feel fine since you're gone? Should I say disappeared? I kept holding all my tears since I saw you for the last time.